Április elején került bemutatásra Veszeli Gábor újságíró és író látlelet című kötete a Tolnai Magház turisztikai látogatóközpontjában. A rendezvényen részleteket olvastak fel az író könyvéből, valamint zenés produkcióval színesítették az átadót a De Valami Duó zenekar előadásával. Gáborral már évtizedek óta ismerik egymást, hát más vonalon is én személyesen így ismertem, mint újságíró, meg helytörténettel foglalkozott, ő is volt olyan kiadványa, ami helytörténettel kapcsolatos volt, és akkor hát amikor ugye találkoztunk a verseivel, akkor jó néhány megtetszett belőle, és hát megzenésítettük itt ketten a Lacival, a nevünk is, de valami ebből a Deák Varga duóból lett így összerakva. És tulajdonképpen hol a Lacihoz egy ötletet, hol én egy ötletet, valamikor a vers indítja el, hogy keresünk egy zenét, valamikor a zene van meg, és akkor ahhoz keresünk egy verset. Csak oly boldog vagyok, mint a bolyócskázó gyerek, akit nem találtak meg, akit nem találtak meg. Tulajdonképpen itt most a néhány rövid verse fog elhangozni. Ezek ilyen rövid, egy-két perces versek tulajdonképpen, illetve a zenék is. Tehát a versek olyan rövidek, hogy a zenével is együtt is csak ilyen egy-két percesek. És tehát mi korábban is készítettünk már egy kiadványt, egy CD-t, amin az ő versei voltak. Abból a régiekből válogattunk, de van két új is, amit még a Gábor se hallott. Direkt erre az alkalomra állítottuk össze így a műsort. Tehát itt mi itt kiegészítésképpen vagyunk, ez itt a Gáborról és a könyveiről szól. Varga Mihály elmondása szerint mindenkinek ajánlja a könyvet, akit érdekel a hétköznapi történelem. Ahogy a Gábort ismerem, egy fanyar humorú újságíró, egy elég jól tudja megfogalmazni most úgy mondom, hogy a kis emberek életérzését, de azt gondolom, hogy nagyon jó korképeket ad a könyveiben azokról az időszakokról, amiről írt. Tehát aki a hétköznapi történelmet szereti egyébként, azoknak is ajánlom, akik szeretnek ilyeneket olvasni, hogy zajlik a vidéken az élet akkor, amikor ugye a nagyvilágban nagy események történnek, hogy csapódik le, hogy érzékeli ezt az átlagpolgár, mondjuk így. Veszeli Gábor az írói pályafutásáról és a frissen készült, vagy éppen készülőben lévő kiadványairól beszélt. A Látlelet című könyvnek a bemutatója lesz Dombi Tinódi László segítségével, aki részleteket olvas majd föl a könyvből, és a De Valami Duó fog zenélni közben, ők néhány versemet megzenésítették. A pályafutásomat mondjuk úgy, hogy költőként kezdtem, mint a legtöbb tolforgató. Ebből az időszakból származnak a versek, és a Duó már egy CD-t is kiadott ezekből a versekből. A könyvkiadást a 90-es évek közepén kezdtem, az egyszínű füzetek sorozattal, ez máig megy, a nyomdatakarékossági vagy pénztakarékossági okok miatt egyszínű a borító, a belseje pedig fekete-fehér. Ez a Látlelet című kötet, ez körülbelül 100 interjút tartalmaz, ez 2013 és 2017 közötti időszakból. Körülbelül 5000 cikket adtam én közre már a pályafutásom során. Nem mindig voltam újságíró, 10 évig mérnökként dolgoztam, úgyhogy ez egy szűk 25-30 évnek a keresztmetszete. Még mielőtt messze menő következtetéseket vonnánk le ezekből az adatokból, gyorsan tegyük hozzá, hogy egy gyerek él a szülőkkel, a legkisebb lány, de valójában ennél nagyobb a létszám. Lukács Ernőnek és feleségének 20 gyereke, 37 unokája és 2 dédunokája van. Menyekkel, vőkkel, élettársakkal együtt a szűk családi kör 76 tagú. Tágas a lakás. Szükség esetén 100 főre is tudnak teríteni. Sokáig fácán kerten éltek, aztán 1990-ben megvettek egy felújításra szoruló kúriát Tolna-szigeten. Rendbe hozták, és több lábon álló gazdaságot alakítottak ki. Növénytermesztés, állattenyésztés szinte nagyüzemi méretekben. Ez a 23. könyvem már. Vannak a kötetek között verses kötetek, naplók és válogatott cikkek.
versek is, összegzések. Ezek a válogatott cikkek azért kerültek, vagy azért készültek most, mert novemberben nyugdíjba mentem, és ez nem fért be egy kötetbe, tehát ketté választottam, ez 2017-ig készült, a következő kötet pedig már lassan nyomdakész lesz, ami 2018-tól fogja közölni a cikkeket. Az alkotások kulisszatitkaiba is betekintést adott az író. Ezeket tulajdonképpen már nem kellett megírni, ez volt a második legkönnyebb könyvem. Az első legkönnyebb az volt, ami a 3x3-os megfigyelésemről szólt, mert annak 80%-át a titkos szolgálat írta meg, és én csak bemásoltam ezeket a jegyzőkönyveket, és apró kis poénos szövegrészekkel láttam el őket, ez a 80-es években készült. Ez pedig megírt cikkek válogatása gyakorlatilag, főleg interjúk. Van, aki már olvasta, és azt mondta, hogy csodálkozom, hogy ilyen sok érdekes ember van Tolnán. Én általában nem azokkal foglalkozom, akik a Rivalda fényben vannak, hanem elmegyek falvakba és kismesterekhez, művészekhez, alkotókhoz, bivajtartóhoz, alpakkatartóhoz, mindenféle érdekes emberrel találkozom, megírom és közreadom. A Látlelet cím eredetéről is beszámolt Veszeli Gábor. A Látlelet ez alapvetően egy olyan, mondjuk így rendőrségi fogalom, amit mondjuk egy megvert emberről készült jelentésnek a lényege. Ez most nem egy megvert ember, hanem egy kornak a látlelete. De nem úgy, hogy visszatekintés alapján, hanem az emberek, akik abba a korba élnek, arról a korról beszélnek az én segítségemmel, az én közvetítésemmel. Az újságíró az gyakorlatilag olyan, mint egy mikrofon vagy egy hangszóró, tehát nem ő beszél, hanem beszéltet. A jó újságíró jól tud kérdezni. Ez a lényeg. A jó író viszont jól tud írni is. A szerző elárulta, nem ő az egyetlen író a családban. A kulisszatitok otthon készült az íróasztalom mellett. Azt talán érdekesség lehet, hogy a családban nem én vagyok az egyetlen író, a feleségem is író. Szakrális verseket ír. Egyházi körökben elég népszerű, több egyházi lapnak írogat, és 6 kötete jelent meg eddig. A szerző elmondása szerint az Egyszínű füzetek sorozat 25. darabja, amelyben glosszák szerepelnek, már a nyomdában van. A napsütésnek, a hűs víznek, a könnyű szélnek, egyszerű lettél, mint a kő.